Testvéreim, hogyha megkérhetnélek benneteket, felállnátok és imádkoznátok egyet a szolgálatomért. Drága mindenható mennyi Atyám, Jézus Krisztusnak a nevében, Uram, jövünk te eléd. Ó, Uram, köszönöm az én testvéreimet, akik eljöttek, Istenem, és hallgattak, Uram, a te Szent Szellemednek a szavára, hogy jönni kell és téged dicsérni, és téged magasztalni, a te Szent Nagy Nevedet, Istenem. Uram, én köszönöm a te Szent Szellemed, Istenem. Kérlek, Uram, hogy a te Szent Szellemed beszél, Uram, az én számból, Istenem. Ne az én beszédeimnek legyenek, Istenem, a mai napon, az ige hirdetésen, Uram, hanem te beszélj. Átadjuk, Uram, neked a szót, Istenünk. Kérlek, Uram, hogy nyisd meg a szellemi füleket, rombold le, Uram, a szellemi gátakat, Istenem, amelyet a sátán felépített, hogy a mai napon megakadályozza az épülést, a szellemi épülést, Uram. Rombold le, Istenem, ezeket a gátakat a Szent Szellemeddel, a Jézus Krisztusnak a nevében, Uram. Jézus Krisztus nevében. Amen. Üljetek le, testvérem. Köszönöm. A mai témám arról fog szólni, hogy hogyan járunk szellemben. Mi is az, hogy szellemben járás? Hogyan járhatunk két dimenzió között? A szellemi részben és a testi világban. Hogyan járhatunk? Erről szeretnék a mai napon beszélni. Bevezetésként szeretném arról beszélni, hogy mi is az, hogy test, mi is az, hogy lélek, és mi is az, hogy szellem. Volt már erről egy tanításom, egy jó két hónappal ezelőtt, de most meg szeretném ezeket frissíteni bennetek, testvér, hogy mi is az, hogy test. A test szó az görög fordításban úgy szerepel, hogy szóma. A test az a része az embernek, amit a fizikai állományban tapasztalunk, amit fizikailag meg tudunk fogni. Mi is az, hogy test? Mik az érzékszervek a testnek? Van először is a látás, van a szaglás, az ízlelés, a tapintás és a hallás. Ezek a testi érzékszerveink. Mi is az, hogy lélek? Ógörög fordításban úgy szerepel, hogy psziché, a lélek szó. Na már most, Károli Gáspár sajnos a szellem szót léleknek fordította, tévesen. Tévesen. A mai elfogadott dolog a kereszténységben az, hogy a lélek nem egy a szellemmel. És ezt az ige írja is, hogy az ember testből áll, lélekből és szellemből. Tehát ne keverjük össze a lelkiket a szellemi dolgokkal, de majd mindjárt meg is mutatom Isten igéjében, hogy miért ne keverjük össze ezeket a dolgokat. Tehát a lélek szó az ógörög fordításban psziché. A léleknek három úgymond érzékszerve van. Van az érzelem, az értelem és az akarat. Ez a három dolog, ami a lelkedhez kapcsolódik. Végül is a lelket úgy fogalmazhatnám meg, hogy az vagy te, az az éned, a lelked. Tehát az érzelem, az érzelmeid, az értelmed és az akaratod. És most térjünk a leglényegesebb dologra, testvérek, a szellemre. Na már most, a szellem az ógörög fordításban pneumaként szerepel. Tehát ha kinyitnánk az ógörög tekercseket, a lélek szó pszichéként szerepelne, a szellem szó pedig pneumaként szerepelne. Na már most, mi is a definíciója a szellemnek? Tehát nem a szüleinktől örökölt, hanem közvetlen Istentől kapott olyan Isten lényegű része az embernek, amely hatni képes az értelmedre. Tehát lefordítva magyarra. Tehát a szellemedet nem közvetlen a szüleitől örökölt. Tested, azt örököd a szüleidtől.
a lelkedet is, tehát az érzelmeid, hogy te milyen típusú vagy, az értelmed és az akaratod típusát örökölheted a szüleidtől, a szellemet azt nem. Az közvetlenül Istentől kapod meg, az értető szellemedet. Na már most, és ez a szellem képes befolyásolni a te értelmedet, a te gondolkodás menetedet. Tehát röviden, tömören ennyit szerettem volna mondani az emberi testről, lélekről és szellemről. Szóval minden emberi test ebből a három dologból tevődik össze. Test, lélek, szellem. És ne keverjük össze a lelki, a szellemi dolgokkal. Sajnos Károli Gáspár megint csak tévesen a szent lelket és a szent szellemet szent léleknek fordította. De majd mindjárt megmutatom, hogy Isten mit mond a lélekről, hogy valójában az mihez is kapcsolódik a lelkedhez, a lélek, az emberi mi voltokhoz. A kezdő ége, amit szeretnék felolvasni nektek, az az 1 Korintus levél 3-as fejezet 1-től 3-ig, amely így szól. Veletek azonban, testvéreim, eddig nem beszélhettem úgy, mint szellemi emberekkel, hanem csak úgy, mint akik a Krisztus követésében még kisgyermekek. Nem szellemi, hanem testi természetűek. Úgy tanítottalak benneteket, ahogy az anya tejjel táplálja a gyermekét. Tejjel és nem felnőtteknek való étellel, hiszen azt még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem tudnátok befogadni, hiszen még mindig a régi emberi természet uralkodik bennetek. A köztetek lévő féltékenység és a veszekedés ugyanis ezt mutatják. Úgy viselkedtek, mint a hitetlenek. Pál itt meginti a korintusi gyülekezetet. Miért? Miért inti meg Pál a korintusi gyülekezetet? Azért, mert azt mondta nekik, hogy ti nem szellemi emberek vagytok, hanem még mindig testiek. Felolvasom, hogy Pál miért mondta azt, hogy ti testi emberek vagytok. A köztetek lévő féltékenység és veszekedések ugyanis ezt mutatják. Tehát féltékenység és veszekedés. Ez mi, testvérek, ha nem lelki? Ugye? A féltékenység és a veszekedés a lelkedből fakad. Lélekből jön. És Isten a lelki dolgokat itt testinek ítéli. Ha te, testvérem, lelki dolgokra alapozol, nem vagy szellemi, hanem testi. Ha te, testvérem, azt mondod, hogy én nem fogok ebbe gyülekezetbe járni, vagy a másikba, mert ott nem érzem jól magam, hanem inkább elmegyek a másik gyülekezetbe, mert ott olyan sokan vannak. És ott jól érzem magam, akkor testvérem, testi vagy. Mert nem szellemi. Mert Isten szellem azt mondja, te maradj itt. És ez nem érzelemfüggő. Ez nem érzelemfüggő. Ha az Úr azt mondja neked, hogy fiam, én itt is így szeretnélek látni, és ha te azt mondod, hogy nem Uram, mert én itt nem érzem jól magam, tehát lelki dolgokra hagyatkozol, akkor testi vagy, nem pedig szellemi. Már pedig itt azt mondja az Úr, hogy veletek azonban, testvéreim, eddig nem beszélhetem úgy, mint szellemi emberrel. Tehát az Úr úgy akar hozzánk viszonyodni, mint szellemi emberek. Nem mint lelki emberek, vagy mint testi emberek, hanem mint szellemi. Szóval, ha valaki a lelki dolgokra alapoz, az testi. Gondoljuk csak el, mi lett volna, ha az Úr Jézus a lelki dolgokra alapozza az ő küldetését. Le se jött volna. Miért? Mert olvassuk el, mit csinált a Getsemáné kertben. Azt mondta, Uram, ha elmúlhat ez a pohár, akkor múljon el. Miért? Mert ő félt ettől a dologtól.
Az írás mondja, hogy félt a keresztre feszítéstől, az Úr Jézus is. Azt mondja az írás, hogy vért izzadt. Ezt nem én mondom, hanem az írás. De Jézus szellemi dologként fogta ezt fel. Mert tudta, hogy ő neki ez a küldetése. Azt mondta, atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És testvérek, ha ti a lelki dolgaitokra alapoztok, akkor nem az atyának az akaratát fogjátok teljesíteni. Azért mondja az Úr, hogy úgy szeretne veletek beszélni, mint szellemi emberekkel. Nem mint lelki emberekkel. Úgy, ahogy ha az igét megvizsgáljuk, igenis nagy különbség van a lélek meg a szellem között. Hatalmas különbség. Mert aki lelki ember, az testi. Tudjátok, volt olyan időszak, mikor a testvéremmel elmentünk szolgálni, és a hátunk közepére se kívántuk volna a szolgálatot. De akkor lelki emberek lettünk volna, ha nem megyünk el. Az egy dolog, hogy mi hogy érzünk. Az meg egy másik dolog, hogy Isten mit akar. Úgyhogy én buzdítok mindenkit, testvérek, hogy ne lelki emberek legyünk, mert az testi, hanem szellemi emberek legyünk. Szellemben járjunk. Tehát az első vers elmondja nyíltan, hogy vannak szellemi emberek és testi emberek. A testi emberekhez kapcsolódik a lelki emberek. Szóval szellemi embereknek kell lennünk, szellemben járnunk. A testi emberek testi és lelki részei vannak dominanciában. Tehát testi és lelki természetűek, ahogy az ige mondja. Na már most, azt mondja a végén az ige, hogy úgy viselkedtek, mint a hitetlenek. Tehát azt mondja Isten, aki testi és lelki ember, úgy viselkedik, mint a hitetlen. Na már most, miért? Miért? Miért mondja ezt Isten, hogy a testi és a lelki ember úgy viselkedik, mint a hitetlen? Azért, testvérek, mert a testi és a lelki megnyilvánulásokhoz nem szükséges a hit. Miért mondom én ezt? Látáshoz kell hit. Ha valamit látsz, kell hit, nem, mert látod. Vagy az, hogy valaki ideges, vagy valaki boldog, kell hozzá hit? Nem, mert látod, hogy boldog. Kimutatja. Tehát mihez kell a hit? A szellemi dolgokhoz. Tehát a testi és a lelki dolgokhoz nem szükséges a hit, mert azt te érzed, azt te tapasztalod. A te érzékszerveiddel. Na már most, továbbá, mire képes még az emberben a szellemi dolgok? A szellemet tud kapcsolódni Istennek a dolgaihoz. A szellemet tudja felfogni Istennek a dolgait. Tehát ha valaki leül a Bibliának, és nem szellemben ül le, hanem test szerint, szerintetek meg fogja érinteni a Biblia, nem? Képzeljétek el, hogy egyik kollégánk a hűtőgépgyárban nekiült a Bibliának, és úgy ült neki, mint testileg. És azt mondta a Bibliára, hogy egy pornográf mű. Az Úr látja, úgyhogy szellem az, ami fel tudja fogni Istennek a dolgait. Ez az ember úgy olvasta a Bibliát, hogy köze nincs a Szent Szellemhez. Ezért nem volt képes felfogni Istennek az üzenetét, Istennek a mélységeit. Mert azt mondja az Úr, hogy a Szellem, a Szent Szellem Istennek a mélységeit vizsgálja. Testvérek, ami a Bibliában meg van írva, azt mi vizsgálja? A Szent Szellem. Ezek Istennek a mélységei, az igék. És csak a Szent Szellem vizsgálja, és csak a Szent Szellem mutatja meg a te szellemednek, hogy mit is akar neked ott üzenni az Isten. Vagy nem neked, vagy másnak. Vagy ott Isten mit is akar mondani. Tehát a szellemünkkel tudjuk felfogni Istennek a dolgait. Tehát
A testi és a lelki megnyilvánulásokhoz nem szükséges a hit az érzékeléséhez. Nem szükséges. Mert azt érzékeljük a mi érzékszerveinkkel. Tehát mi is az a hit? Nézzük meg a zsidókhoz írt levél 11.1 mit mond róla. A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez a hit. Testvérek, a szellemben járáshoz mi kell? Hit. A testben járáshoz kell hit? Nem. Mert azok is járnak testben, akik nem hisznek. A lélekben járáshoz kell hit? Nem. Mert azok is járnak érzelmeikre hagyatkozva, akik nem hisznek. De a szellemben járáshoz szükséges a hit. Elengedhetetlen a hit. Ezért mondja az Úr, hogy szellemi emberekkel szeretne, vagyis egy szellemi emberként szeretne mirán tekinteni, nem pedig testi emberként. Na már most. A hit az, amikor ugye nem érzékeljük a testi és lelki érzékszerveinkkel a bizonyos dolgot, de meg vagyunk győződve arról, hogy ott van. Magyarra lefordítva. Tehát az a hit, amit te nem látsz, nem érzel, de tudod, hogy ott van. De tudod, hogy ott van. Az a hit. Az a hit, testvérek. Az a hit. Mikor egyszerűen nem érzékeled a dolgot, de hiszed, de tudod, meg vagy róla győződve, hogy ő van, hogy ő létezik. Na már most, térjünk vissza a szellemvilágra. A hit egy csatorna a szellemvilágba. A hit egy csatorna a szellemvilágba. És ezt a hitet, ezt a csatornát kell megerősítenünk, hogy a szellemvilágban járjunk. Jézus mondja, hogy az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Az odafent valókkal törődjetek. Tehát a szellemi dolgokkal foglalkozzunk, testvérek. Ne a földiekkel. Mert a földi dolgokat megeszi a rozsda és a moly. Mit gondoltok? Miért mondja az Úr Jézus, hogy gyűjtsetek kincseket odafentre? Ne pedig a földre. Mert a földit azt majd meg fogja enni a rozsda és a moly. Azt mi nem vihetjük magunkkal. Ezért kell, testvérek, szellemben járnunk. Szellemben élünk. Na már most. Beszéltem ugye arról, hogy a hit csatornája mit mutat a szellemvilágba. Na már most, ezt a hitnek a csatornáját meg kell, hogy erősítsük. Milyen úton, módon tudjuk megerősíteni a hitnek a csatornáját? Testvérek, először is bibliaolvasással. Másodszorban gyülekezetbe járással. Harmadszorban kommunikáció Istennel. Ima. Ima, ima, ima. Kérni kell az Urat, Uram, erősíts meg a hitben. És ő meg fog bizonyal minket erősíteni. Azt mondja az Úr, Róma levélben 10.17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Szóval úgy tud megerősödni ez a hit csatornája, ha hallod Krisztusnak a beszédét. Mert Krisztusnak a beszéd, amikor hallod, az be fog menni és bevési magát a szívedbe. Hol fogod hallani Krisztusnak a beszédét? Ugye, amit mondtam, Biblia, gyülekezet és imádkozás. Ima, mert az Úr szól mindenkihez, higgyétek el. Hogy ő minden szívhez szól. A szellemekhez. Ezt meg kell hallani. Meg kell hallani az Úrnak a hangját, hogy ő mit mond, mit akar. Ezért kell megerősíteni a hitnek a csatornáját. Hogy jobban bele tudjuk magunkat vinni a mi szellemünket a szellemvilágba. Jobban fel tudjuk fogni, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok, amik igazából
alakítják a mi életünket. Na már most, egyszerűen, röviden és tömören szeretnék erről a szellemvilágról egy kicsit beszélni. A szellemvilágban, mint tudjuk, két erő van. Van Isten, és van a sátán. Na már most, vannak szellemi megkötözöttségek. Na már most, mikor valaki megtér, befogadja az Úr Jézus Krisztust a szívébe, mi történik? Azt mondja az imába, hogy Uram, jöjj a te Szent Szellemeddel, és tölts be engem. Mi történik, testvérek? Az, hogy a mi szellemünk kapcsolódik a Szent Szellemhez. Nem a lelkünk kapcsolódik a Szent Lélekhez, a szellemünk kapcsolódik a Szent Szellemhez. Továbbá vannak sátánnak is megkötözöttségei. Mikor Jézus mondja, a raboknak hoztam szabadulást. Kik ezek a rabok? Akiket sátán megkötözött. Mivel? Mivel tud megkötözni a sátán? A bűnnel, testvére. A bűnnel. És Jézus Krisztusnak a Szent Szelleme az, ami ezt a bűnt elpusztítsa. Istennek a beszéde. Csak ehhez mi kell? Hit. Meg kell erősíteni a hitnek a csatornáját. Szóval sátán is meg tud kötözni a bűnnel. De egy dolgot tudjatok, testvérek, hogy a szellemvilág előtt mi nem úgy szerepelünk, mint Laci, Tibi, Béla, hanem úgy, mint Jézus Krisztus. Azt mondja az Úr, nagyobb az, aki bennetek van, amen, mint aki a világban. Amen. Miért? Mert Isten benned él. Amen. És ne félj! A mai napon Jászkíséren befogadta az Úr Jézus Krisztust egy fiatal hölgy, és azt mondta, hogy fél. Azt mondta, hogy fél, retteg. És elmondtuk neki, hogy most már ne retteg. Miért? Mert Istennél van nagyobb ezen a világon. Meg tudja valaki fogni az ő kezét? Senki. Higgyétek el, hogy senki. És ő benned él. Azt mondja az Úr, ha van hited, azt mondom ennek a helynek, hogy vesse bele magát a tengerre és beleveti. Miért? Mert Isten benned él. Azt mondja az Úr, tedd rá a betegre a kezedet, és meggyógyul. Miért? Mert Isten benned él. Amen. Szóval a szellemvilág előtt mi be vagyunk fedezve Jézus Krisztusnak a vérével. Mi a szellemvilág előtt úgy állunk, mint Jézus Krisztus. Mi is az? Mi is az a szellembeli járás, testvérek? Az, hogy harcolsz. Harcolsz. Képzeljétek el, hogy Jézus azt mondja Márk evangéliumában, a 10.34-ben, ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Isten harcra hívott el. Szellemi harcra, nem testi harcra, szellemi harcra. Miért? Amikor Jézus Krisztus belépett az életedbe, már egy csatát elkezdtél. Addig is benne voltál a csatában, de úgy, mint egy vesztes. Mivel nem voltál felfegyverkezve. És sátán teljesen leuralt. Képzeljétek el, hogy amikor a jószágokat viszik a vágóhídon, és mennek előre, nem néznek se jobbra, se balra, csak előre, egyenesen mennek a halálba. Na mi ugyanígy voltunk, mielőtt az Úr Jézust meg nem ismertük. Jézus mondja, hogy nem békességet hozni jöttem, hanem kardot. Jézus kardot hozott.
a te kezedbe, hogy harcolj! Harcolj az örök életért, hitért! Mert bizonnyal, ha nem harcolsz, már elbuktál. Tudjátok, nem az a vesztes ember, aki belelép a pocsolyába, hanem az, aki kijön, és megmossa magát. Az nem vesztes ember, bocsánat. Az a vesztes, aki benne marad a pocsolyában. Az a vesztes ember, aki benne marad. Aki azt mondja, hogy Uram Jézus, én itt vagyok a pocsolyába, de húzzál ki és mossál át a te véreddel. Az győztes. Az győztes, testvére. Úgyhogy Jézus Krisztus harcra hívott el bennünket. Szellemi harcra. Tehát aki harcol, az él. Aki nem harcol, az már halott. Úgyhogy buzdítok mindenkit, hogy álljon be a harcba, de mindjárt fel is olvasom nektek az Efézusi Levél 6-os fejezet 10-es versétől a 17-esig, amely így szól. Végezetül legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas ereje által. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög ármánkodásaival szemben. Mert nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk, hanem a fejdelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak a magasságban lakozó szellemei ellen. Ezért vegyetek magatokra az Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindenetek jól elvégezve megálljatok. Álljatok meg tehát körülövezve derekatokat igazsággal, és felöltözve a megigazulás páncéljába. És felsorozva lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a szellem kardját, ami az Isten beszéde. Itt Isten leírja nekünk, hogy hogy álljunk be a szellemi harcba. Vegyük ezt a részt ígéről ígére át. Azt mondja a 10-es versben az Úr, hogy végezetül legyetek erősek az Úrban az ő hatalmas ereje által. Tehát amiről beszéltem az elején, nem a mi erőnkre kell hagyatkoznunk, hanem Isten hatalmas ereje bennünk él. Amikor betöltött az Isten az ő Szent Szellemével, adta az ő erejét. Úgyhogy nem a mi erőnkre kell, hogy hagyatkozzunk, hanem Istennek az ereje bennünk él. A 11-es vers így szól. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög ármánkodásaival szemben. Tehát, igen, szükségesek az, hogy felvegyük Istennek a fegyverét, hogy megállhassunk a gonosszal szemben. Mert ha nem vesszük fel Istennek a fegyverét, el fogunk bukni. Mert szükséges a győzelemhez Istennek a fegyvere. Mert nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak, a magasságban lakozó szellemei ellen. Jézus mondja, ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól, aki elragadja te lelkedet. Na már most, ezért nem azzal kell harcolnunk, aki testi, hanem azzal, aki szellemi, sátánnal. Szóval azt mondja az írás is, hogy nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk. Nem az emberekkel kell harcolnunk, hanem a sátán ellen, Istennek a fegyverével. Ezért vegyétek magatokra az Isten minden fegyverét,
hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneteket jól elvégezve megálljatok. Azt mondja az Úr, hogy ellenállhassunk a ma gonosz napon. Melyik ez a nap? Amikor megkísér testvérem a sátán. Ezért kell Istennek a fegyvere, hogy a kísértés idejében megállhassunk. És jól elvégezzük a mi dolgunkat, az ige szerint. Tehát megálljunk és legyőzzük a sátánt. Ezért kell Istennek a fegyvere. Na nézzük, hogy mik ezek a fegyverek. Vegyük sorra mindent. 14-es verstől. Álljatok meg tehát, körülövezve, derekatokat igazsággal, és felöltözve a megigazolás páncéljába. Na már most, azt olvassuk, hogy igazság, mint derékő. Miért kell igazságban járnunk? A mi saját megszentelődésünkre, és a mi szabadulásunkra. Ki a sátán? A hazugság atya. Sátán, ő a hazugság atya. És kell, hogy igazságban járjunk. Kell, hogy megszentelődjünk az igazság által, mert Isten szemében gyűlöletes a hazugság. Isten gyűlöli a hazugságot, mert a hazugság atya az a sátán. Kell, hogy igazsággal a sátánnak minden kötelékét leromboljuk magunkban. Mert amikor te hazug vagy, megkötöz téged a sátán. És fel kell, hogy vegyük az igazságnak az övét, hogy rajtunk legyen. Tehát járjunk igazságban. Igazságban járjunk. Ezt mondja az Úr. És felöltözve a megigazulás páncéljába. Tehát megigazulás páncélja. Mi is ez? Több fordítás itt a páncél helyett mellvértet ír. Mire szolgált ez a katonáknál? Arra, hogy a szívét, az embernek a szívét védjék, és a belső szerveket. Miért mondja ezt az Úr? A megigazulás páncélja. Krisztusnak az igazságai kellenek ahhoz, hogy megvédjük magunkat sátánnak a vádlásaival szemben. Védenünk kell a szívünket ettől a dologtól. Mert Krisztusnak az igazság az, hogy ha te hiszel, örök életed van, és a Golgotai keresztre ő felvitte minden bűnödet. De amikor te bűnkövetsz el, testvérem, és mondod az Úrnak, bűnbánó szívvel, Atyám, te látod, hogy én mit követtem el, bocsáss meg. Hű és igaz az Isten, hogy megbocsásson. De jön valaki, aki azt súgja a füledbe, hogy Isten tényleg megbocsátott neked? Isten valójában felment a keresztre? Te érted? Érted? Jön sátán és elkezd vádolni téged. Azért mondja az írás, hogy jaj a földnek, mert levettetett a vádló. Sátán. És Krisztusnak az igazságait fel kell, hogy vegyük a vádakkal szemben. És oda lehet bökni sátánnak Krisztusnak az igazságait. Hogy figyelj te sátán a Jézus Krisztus nevében. Az Úr ezt és ezt mondta nekem. Úgyhogy fel kell vennünk ezt a mellvértet, amely véd sátánnak minden vágyával szemben. Folytatom tovább a 16-os vers. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Tehát a hitnek a pajzsa. Itt azt írtam fel,
hogy a hit pajzsa a kétség nyilát elhárítja, amely megkérdőjelezi Isten hűségét és beszédét. Tehát a hitnek a pajzsa. Tehát Sátán néha olyan tüzes nyilakat küld felé, amely kételkedést növesztene bennünk. Isten igazságaival szemben is hűségével való visszaélést produkálhat nekünk esetleg ezek a kétségbejtő tüzes nyilak. De a hit pajzsa az megoldalmaz minket ettől. A hit. Szóval szükséges az, hogy Isten hűségébe vetett hitünk az úgy tündököljön, mint amikor a katonáknak gyönyörű aranypajzsuk Izraelben tündökölt. A mi hitünk így tündököljön testvérek az Úrnak a hűségében. Így kell tündökölni a mi hitünknek. És ezzel a hittel minden kétségbeejtő nyilat, amelyet a Sátán küld nekünk, ezzel a hit pajzsával el tudjuk hárítani, testvérek. Bizony. Visszamegyek 15-ös versre, mert azt elfelejtettem felolvasni. A 15-ös vers az így szól: és felsorozva lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Azt mondja az Úr, hogy vedd fel a békességnek a sarúját. Mi is ez a békességnek a sarúja? Tehát, és felsorozva lábatokat a békesség evangéliumának készségével. Hát mi is ez a békesség, testvérek? Az, hogy Isten és ember között béke honol Jézus Krisztusban. És ezt az evangéliumot vegyük fel a lábunkra, és terjesszük szerte e világban. Tehát ezt a békét vegyük fel, testvérek, és menjünk szerte a világban, és hirdessük ezt a békét, hogy Isten és ember között béke van Jézus Krisztusban. Kegyelmi időszak, testvérek. Kegyelmi időszakban élünk. És ezt hirdessük bátran, bármerre járunk, hogy Jézus Krisztus által örök élet lehetséges. Örök életünk van. Jézus Krisztus által. Úgyhogy vegyük fel, testvérek, a békességnek a sarulját, és hirdessük ezt a békét, ezt az evangéliumot, a békességnek az evangéliumát. Ezek a fegyverek, amiket mi felsoroltunk, ez mind a védekezésünkre szolgálnak. Még egy védekezésre szolgáló fegyvert felolvasok, amely 17-es vers ír. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. Mi is ez az üdvösségnek a sisakja? Értelmünk védelme. Értelmünknek a védelme. Megkülönböztetjük a szellemi igazságokat és a szellemi hazugságokat. Tehát muszáj, fontos, hogy felvegyük az üdvösségnek a sisakját, hogy meg tudjuk különböztetni a szellemi igazságokat a szellemi hazugságoktól. Sajnos nagyon sok gyülekezet szellemi hazugságoktól bűzlik. És fontos, hogy felvegyük az üdvösségnek a sisakját, védjük a mi értelmünket, hogy meg tudjuk különböztetni a szellemi igazságokat a szellemi hazugságoktól. És aki nem veszi fel az üdvösség sisakját, az nem fogja tudni ezeket megkülönböztetni. Tehát minden egyes fegyverhez hit kell. Hit és hit és hit. Tehát ezek a fegyverek mind a mi védelmünkre szolgálnak. Felolvasnám azt az egy fegyvert,
amivel támadhatunk. Szintén a 17-es versben van megírva. Tehát vegyétek fel az üdvösség sisakját és a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Tehát Szent Szellemnek a gardja Istennek az igéje. Csak is Istennek az igéjével támadhatjuk meg a sátánt. Nagyon sok dologgal megvédhetjük magunkat, amit az imént átvettünk, de egy dologgal támadhatunk, Istennek az igéjével. Mikor az Úr Jézus megkísértette a gonosz a pusztában, mivel támadott vissza? Igével. Istennek az igéjével. És mi is bátran fordulhatunk Istennek az igéjéhez. Ezért nagyon fontos, hogy a Bibliát olvassuk, testvérek. Hogy a szívünkbe belevéssük Istennek az igéit, és ezáltal le tudjuk győzni mindig a sátánt. És nyugodtan mondhatjuk a sátánnak, hogy meg van írva. És akkor elmondod neki Istennek az igéjét. És felszólíthatod nyugodtan őt, hogy távozzon el tőled Jézus Krisztusnak a nevében. Röviden, tömören, ennyit szerettem volna nektek elmondani, testvérek, a szellemi fegyverviseletről. Hogy hogyan járunk szellemben. Mert ha már szellemi küzdelemben vagyunk, fontos, hogy felvegyük Istennek a fegyvereit. Mert ha nem vesszük fel, akkor el fogunk bukni. Jézus Krisztusban. De hogyha a hitünket elkezdjük növelni bibliaolvasással, gyülekezetbe járással, imádkozással, ezek a fegyverek ámenek lesznek az életetekben. Mert Isten szava igazság, és nem hazugság. És ezek, amik meg vannak írva, mind igaz lehet a te életedben. Csak hígy és remény. Amen. Befejező égeként szeretném nektek felolvasni, testvérek, János evangéliumából a 6-os fejezet 63-as vers. A szellem az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket mondtam nektek, szellem és élet. Köszönöm, hogy meghallgattatok a testvéreket. Isten minden! Köszönjük szépen a szolgálatodat. Az Úr folyamatosan buzgott a szívembe a prédikáció közben, hogy az Úr milyen csodálatos, és ad nekem kinyilatkoztatásokat. Igazából az Úr a szívembe helyezett egy igét, amiről két szóval szeretnék beszélni. Most hallhattuk azt, hogy hogy kell szellem szerint járni. Hallhattuk azt, hogy mi az, amivel Isten felkent minket, milyen hatalmat adott nekünk, milyen dicsőséget adott nekünk, hogy őt tudjuk szolgálni. És hogy igenis most Isten kicsit megkopintotta az orrunkat, testvérek, hogy nem így cselekszünk. Mert azt gondolom, hogy mindenkinek a szívében az Úr már munkálta az akarást. Mindenkinek a szívében már munkálta azt, hogy igenis, ma ki kéne lépni. Igenis, már cselekedni kéne azt, amire ő elhívott minket. És a János jelenések 3. részéből a 19. versétől szeretném az igét felolvasni. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Bátorítok rá, testvérek, mindenkit, hogy térjünk meg. A megtérés szót nagyon sokan tévesen használják. Mert azt hiszik, hogy ez valami hókusz-pókusz, nagy humbug van mögötte, és valami nagyot kell csinálni ahhoz, hogy valaki megtérjen. Szeretném elmondani a szónak a definícióját. Felismerem a bűnt, megbánom a bűnt és elhagyom. Amen. Ez a kedves a Krisztusra. És ezeket a dolgokat, amiről a testvérem most beszélt, ekkor tudjuk felismerni.
és a mi életünkben érvényesíteni. Ha valaki győztes életet akar élni, akkor mindezeket meg kell cselekedni. Istennek a vérkeringésébe senkit nem tudunk belehúzni. A gyülekezetnek a lényege a tanítványképzés, testvére. Nem az, hogy nem attól lesz valaki keresztény ember, nem attól lesz valaki krisztusi, hogy eljárt gyülekezetbe, képzeljétek el. Hanem attól lesz valaki krisztusi, hogy Jézus Krisztusnak az útját elkezdi járni. Amikor a tanítványaitól kérdezte, vajon kihagyjátok-e ti azt a pohárt, amit én készom? Boldogan mondták ki! Azt hitték, hogy valami ilyen fizikális dologról van szó, pedig nem. A szenvedésnek a poháráról beszélt Jézus. És azt mondta Jézus, hogy ki is fogjátok inni. A keresztény élet nem csak happy day, nem csak öröm, tánc, nem csak halleluja, amen, hanem igen, meg is kell szenvednem a Krisztusért. Mert ő is megszenvedett értünk. Pál apostol úgy beszélt, hogy amikor önállást nem akart érte imádkozni. Szóval már te gyilkolja a te népedet, hát hogy gondolod, hogy imádkozzak érte, visszajön a látása. Szóval, hogy imádkozz érte, mert megmutatom ennek az embernek, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Sokat kell szenvedni az Úr Jézusnak a nevéért. És tudjátok, amikor az Úr egy kicsit megint minket, kicsit megfed minket, azt tudjátok, hogy mit jelent? Hogy foglalkozik velünk az Úr, és nem hagy minket árvákul. Nem hagyott el minket, hanem maga figyelme. És azt szeretné, hogy az életünk megújuljon ő benne. Kapjon egy új tüzet, kapjon egy új lendületet. És ne csak egy frázis legyen az, hogy eljárunk Isten tiszteletre. Ne csak egy látszat keresztények legyünk. Hanem igenis az ő szolgáival tudjunk válni. Fontos, testvére, hogy be kell állni oda a szolgálatból, mert Isten elhívott ideget. Ne gondold te azt, hogy kevés vagy. Ne gondold te azt, hogy te kicsi vagy. Lehet, hogy a világ ezt akarja veled elhitetni, hogy te kicsi vagy, meg gyenge. De tudd meg, hogy Krisztusban mindenre alkalmasok vagyunk. Alkalmasok vagyunk arra, ha kell, betegre vetjük a mi kezeinket és meggyógyulnak. Szerény módon képzeljétek el, meg tudunk tanulni, gondolkodni. És akkor már nem a láthatókra nézünk, hanem arra, amit Isten nekünk ígért. Persze nem szabad menni Isten akaratának ellen. Nem szabad Isten akarata ellen menni. Mert sokszor a mi vágyaink, a mi szívünknek a tüze azt mondja, hogy gyerünk és akkor történnek nagy jelen csodák. De nem biztos, hogy ez Istennek az akarata. Hanem lehet, hogy Isten azt csinálja velük, hogy maradjál kicsit csendben. Csendesüljél el. Úgy, ahogy Illés profétának mondta a barlangba. Jöttek a nagy különböző természeti jelenségek. És egyikbe sem volt benne Isten, hanem Isten egy halk szóba volt benne. Suttogott. Illés, mit csinálsz? És azt mondta az Illés, hogy bánkódó. Tudjátok, hogy miért bánkódott Illés? Proféta volt, képzeljétek el, Isten egyik legnagyobb profétája volt, aki tüzet kért a mennyből, és olyan tűzött a mennyből, hogy az egész oltárt felemésztette. Testi módon gondolkozott, képzeljétek el. Mert azt látta, hogy ő nyomorult. Nem Isten dicsőségét látta maga körül, hanem azt látta, hogy ő nyomorult. Azt látta, hogy szegényé névelem az Úr már nem foglalkozik. Pedig én Isten embere vagyok, pedig én Isten szolgálom. És Isten nem foglalkozik velem. Hányan érezzük így, testvérem? Most a testvérem erről tanított, hogy mi ne így gondolkodjunk. Ne test szerint járjunk. Mert ezt a pogányok teszik, testvérem. Jézus beszél róla, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti testetek felől. Hogy mit tesztek, vagy mit isztok, vagy mivel ruházkodjatok. Mert mindezt a pogányok cselekszik. Na ez a testi módon való gondolkodás. Mi lesz, Uram, mi lesz? Én a sárga veszedelem. A csekkek. Hogy lesz befizetve? Az Úr nekem mindig ezt tudta mondani, hogy ha pénzt tartál, vagy én. És akkor mindig úgy kicsit megnyugszok, hogy jól te tartasz el.
Tudjátok meg, hogyha Isten ad bárányt, ad hozzá legelőt is. Amen. És Isten nem hagyja el az övéit. Azt mondja az Úrnak az igéje, hogy nem láttam az enyémet kenyérkéregetőnek lenni. Amen. És én hiszek ebbe az ígéretében. És hiszek abba, hogy az ő népét ő felemeli. Hiszek abba, hogy fejé teszi, és nem farokkal. És csak bátorítani szeretnélek titeket, hogy ezeket a dolgokat, amiről most beszéltünk, építsétek be az életetek. Elmérítjétek fel ezt, és hagyjátok, hogy a Szent Szellem ez benne égesse a szíveteknek a hús táblájával. Hogy el tudjatok változni a ti elméteknek a megújulása által. Mert ez a legfontosabb dolog, testvérek. Addig nem tudunk megújulni a Krisztusban, addig nem tudunk előre lépni a Krisztusban. Még ez nem történik meg. Amíg a láthatókra tekintünk, amíg a nyomorús állatokra tekintünk. Tudjátok, sokan így elbonyolítják Istennek a dolgait. Túl bonyolítják, túl szellemiesítik, hogy majd akkor felelsz meg az Úrnak, ha ilyen leszel, vagy ha olyan leszel, vagy ha tökéletes leszel, nem? És ha valakinek esetleg valami történt az életében, azért van, mert bűnbe néz. Pedig lehet, hogy nem. Testvérek, meg kell tanulni azt, hogy nem ítélkezni ívott terméket az Úr, hanem szeretni. Erre bátorítalak titeket, hogy szeressétek egymást, úgy, hogy azzal szeret minket. És azt mondja az ige, hogy onnan fogja megismerni a világ, hogy őt az Atya küldte, ami szeretni fogjuk egymást. Ez is a szellemi emberhez tartozik. A szeretet. Mert azt mondja az Úr, ha ezt az egy törvényt valaki betölti, mindent betöltötte. Képzeljétek el, ha elkezd el szeretni. Gyakorlati módon mondok egy pár dolgot. Kezd el szeretni a kutyádat. Kezd el szeretni a testvéredet. Kezd el otthon szeretni a családodat. Kezd el kilépni. Azt mondja Isten igéje, kelj fel, kiabuszol, s fel vagyok neked a Krisztus. Bátorítok rá mindenki, hogy rázza ki magát a porból. Krisztusnak ott a keze. De nem erőszakolja magát senkire. Senkire nem fogja magát rá erőszakolni. Azt mondja itt az ige tovább, hogy én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. És ő én velem. Amikor megnyitjuk a szemünket Istennek az igéjére, és meghalljuk, hogy nem testi módon kell már járnunk, hanem szellemjel. El kell változnunk a mi ennek a megújulása által. Meg kell ismernünk a Jézus Krisztust, amit csak úgy tudunk megismerni, akit csak úgy tudunk megismerni, ha időt szánunk rá, testvérek. Testvéremmel beszélgettem róla, hogy mostanában a dicsőség az Úrnak sokat szolgálunk, sokat megyünk. És észrevettem magamon azt jelzett a Szent Szellem, hogy Laci, valami nem stimmel, állj meg. Mert mentünk ide-oda, amuda, Isten tette, amit tett, és igazából már elkezdtem az Urat úgy kezelni, mint egy automatát. És ez nem így működik. Uram, megyek te, adjad. Ezt is adjad. Isten így nem lehet. Nem lehet lekezelni. Azt mondja róla az ige, hogy egyetlen szavával tartja fel az egész világ mindenséget. Ezt a rettenetes Istent mi akarjuk irányítani. Mi akarunk őre erőszakoskodni. A mi akaratunkat rá akarjuk erőltetni az Isten. Nem. Nem testvére, kérhetünk tőle könyörgésben, szemétségben és alázatosságban, amire az Úr Jézus tanít. Hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És testvérek, ez kell ahhoz is, hogy az igét el tudjuk fogadni. Ami esetleg int minket. Ami esetleg azt mondja, hogy irgumburgum, most nem jó helyen vagy, hanem kicsit állj a helyedre. Én erre tudok bátorítani mindenkit, testvérek, hogy álljatok be az Úr Jézusnak a munkájába. Mert Isten nem arra hívta az ő népét, hogy majd egy valaki majd megy el, úgy, mint Mózes az Ószövetség, a többiek majd utána, és akkor ő a frankó. De nem így működik. De nem így működik, testvérek. Szükségünk van
Istennek szüksége van rátok. Szüksége van arra, hogy munkálkodjatok ő benne. Istennek a segedelmével fogunk beindítani házasokat alkalmakat, ima alkalmakat, amiket most szeretnék arra felhasználni, hogy megismerjük jobban a Krisztust. Hogy együtt megismerjük jobban a Krisztust. Mert az igen mondja, hogy az pedig az örök élet, ha valaki beismerhet téged, az egyedüli élő Istent. És mi őt szeretnénk megismerni. És szorosabbra vonni vele a köteléket. Vele is, és veletek is. Amen. Amikor az Úr Jézus azt mondja, ím az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá. Én hiszem azt, hogy amit az Úr Jézus most mondott rajtam keresztül nektek, azt be fogjátok fogadni. És ha befogadjátok ezt a beszédet, amit én is mondtam, meg a testvérem is, akkor bemegy hozzátok az Úr Jézus, és veletek vacsorál. Közösséget vállal veletek. De ez a testvérek megtérés kell. Megtérés kell. Nem elég azt mondani, hogy Uram, én úgy szeretlek téged. Jézus mondja, hogy mondhatod, hogy szeretsz? Amikor akit látod, nem szereted. Akkor akit nem látod, hogy mondod, hogy szereted? Hogy mondhatod, hogy szereted? Uram, én nagyon szeretlek, csak ölök. Hogy mondhatjuk akkor testvérek? Feltedél kérdés, ki jön itt közöttünk. Ölöd magad testvére, esetleg a dohányzással, esetleg az alkoholnal, vagy a kábítószerrel. Isten igény azt mondja, ne ölj! És aki pusztítja a saját testét, ölj! Bátorítalak rá testvére, hogy térjünk meg együtt. Térjünk meg együtt. Én hiszem, hogy érzitek benne Istennek a szeretetét ebben a beszédben. Én bízom benne, hogy amit most beszéltünk, igéket, ezek nem fognak kimenni üresen, hanem megcsinálszik azt, amit az Úr kiküldte. Amen. Amen. Zenész, testvér, álljunk fel is tisztelni az Urat, és szeretnék hálát adni ezért, hogy az Úr szólt hozzá.